történhet, azt tisztelt hölgyeim és uraim, az Egyesült Államokban tegnapi hírt láttam, az Egyesült Államoknak talán a szenátus, az is lehet, a szenátus és a képviselőház együtt úgy döntött, hogy beperli az amerikai elnököt folyamatos hatáskör túllépés miatt. És mikor ennek mögé nézek, akkor kiderül, hogy nem hogy beperli, hanem többször elítélték már az amerikai elnököt hatáskör túllépés miatt. Képzeljék el Magyarországot! Beperelni a magyar miniszterelnököt hatáskör túllépés miatt, és a bíróság el is ítélte. Meddig tudnék én hivatalban maradni, tisztelt hölgyeim és uraim? Csak ezeket a példákat csak azért hozom ide, hogy olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet.